sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Ha megengeditek, akkor tegező viszonyban beszélnék. Jó, meg könnyebb úgy beszélni, mint hogy magázni, tegezni, az úgy nekem is könnyebb. Azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen innen indul ki minden, ez az én irodám. Itt tulajdonképpen szoktak kötetni az üzletek, itt a tárgyaló is, és hát én nem mennek ki tulajdonképpen az üzleti dolgok. Először is azzal kezdeném, hogyha megengeditek, egy pár mondatban a cég történetről beszélnék. Aki esetleg az előadásban hallgató, azok már tudhatják, hogy a cég az 1981-ben alakult, SBS International néven. Tehát úgy indult ez az SBS cég, és azon kevés csaligyártó közé tartozott, pontosabban az egyik az első között volt, aki hivatalosan ponyhorgász csalik gyártásával foglalkozott. Tehát teljesen hivatalosan. Ez egy angol cég, több tulajdonosi köre volt, majd végül a Martin Kowal volt, aki a vezetője volt ennek a cégnek, és 2002-ben vette meg a Martin Kowaltól tulajdonképpen a Des Taylor, akit talán azt tudjátok, hogy ő ki, amikor ő 2002-ben tulajdonosi körbe került, ő év elején került a tulajdonosi körben, én pedig 2002 év végén kerültem vele kapcsolatban, hogy SBS termékeket forgalmazzak Magyarországon. But the real reason I come for the last few years now that you've been selling SBS, you've been a very committed man to SBS, and you know you've done a lot of good things for SBS, more than I thought you would. In that, instead of just selling, you've been very, very kind to SBS, and for that, I bring this, which is the real reason. There's very few of these rings. I wear the ring. And now you wear the ring. This is an SBS. This is a gold ring. There's only three of them, and you are the third. This is very nice, and thank you very much. 2008-ban történt egy óriási nagy dolog abban, hogy amikor jött a válság, akkor a Des Taylor felajánlott, hogy vásároljuk meg a cégnek az európai forgalmazói jogát. És amivel mi éltünk, hiszen akkor még nem tudtuk, hogy jön a válság, mert Angliában ők már tapasztalták, de mi semmit nem éreztünk. Üzletet kötöttünk, megvásároltuk, és majd rá két hónapra, amikor megkötöttük az üzletet, akkor jött a sokkoló hír, hogy hát elindult a válság. De tényleg azt mondom, hogy hála Istennek túl tudtuk élni ezt a helyzetet. És hát sok mindennek köszönhető, gondolom az innovációnak is, meg tényleg az elszántságunknak, meg a minőség megtartásának, mert nagyon ügyeltünk arra, főleg különösen azért, hogy ne támadjanak minket azért, hogy mivel nem Angliában gyártódnak a termékek, hanem Magyarországon, hogy tényleg ugyanaz a minőség meglegyen. De mikor körbe fogom menni, majd ezt bebizonyítom nektek, is fogjátok látni, hogy ez valóban még nem hogy olyan, hanem még jobb minőség van, mint ami eddig volt. Ami érdekesség volt, 2010-ben történt még egy olyan változás, hogy új dizájnváltás volt a csomagolóanyagokban, a dobozokban, a weboldalon, stb. Jöttek változások, de majd ezt meg fogom nektek mutatni, ezt majd ezt is fogjátok látni, erre is kitérünk. Ami még érdekesség, hogy 2013-ban kezdtük el a Tekkölt tulajdonképpen gyártani. Ezt azért tartottam fontosnak, mert sokszor volt abból probléma, hogy bemutattam termékeket, mert én abban hiszek, hogy az utolsó egy méter, ami számít. Tehát hiába van egy jó csalő, hogyha nincs jó végszerék, de hiába van egy jó végszerék, hogyha nem megfelelő csalő van rajta. Tehát ez az egy méter, ez rendben van, akkor a többi az már kényelmi funkció. Ezzel nem ledegradálnak arra bármilyen horgászatot, hiszen a nagy távolságok elérése, igen, ezek is elengedhetetlenül szükségesek, de az utolsó egy méter szerintem a legfontosabb. Tehát ezen van rajta az összes recept, ezen van minden meg eltárolva. Nyilván majd meg fogjátok látni, hogy különböző szakaszokra vannak felosztva a gyártási dolgok. Mindegyiknek van vezetője, mindenütt vannak, aki ezen a részen tud, van, aki azon a részen, és ezek meg vannak osztva, tehát mindenki tud egy kis szeletet, és ebből az egészből épül össze egységesen, úgymond a gyártási folyamat. Tehát önmagában senki nem tud olyan információt, amivel most itt bármilyen problémát tudna okozni. De akkor lehetne esetleg kellemetlenség, hogyha mindenki egyszerre felállna, és mindenki itt hagyna, de még akkor sem így van, mert tulajdonképpen a beszállítók, azok vannak olyan beszállítóink, akik 81 óta tulajdonképpen együtt dolgozunk. Egy érdekesség majd az aromáknál is el fogom mondani, de például van olyan aromagyártó, akinek ők úgy gyártják az aromát nekünk, hogy van egy kód, és azt a kódot kell leadni, és ezzel a kód alatt csak nekünk gyárthatnak ilyen összetételű aromát. Tehát senki más nem tud hozzájutni. Így, ha valaki például frankfurti kolbászos aromát szeretne, akkor még ha megtalálja is a beszerzési forrást, akkor se tud mit csinálni, mert nem fognak nekik adni, mert 81 óta elkötelezett ügyfelük vagyunk, és így gondolom, hogy elégedettek vagyunk, tehát ők nem fogják ezt elrúgni, ezt a renomét.
Igazából innen indul el minden, ide érkeznek be tulajdonképpen az alapanyagok, több mint 10 országból jönnek be alapanyagok a cégünkhöz, ez akár Lengyelországtól kezdve Csehországon, Anglián, Spanyolországon, de egészen még van olyan termék, ami Kínából jön be. Tudom, hogy ez furcsának tűnik, de egyszerűen kezdetek el, hogy van olyan alapanyag, ami azt a minőséget, amit mi elvárunk, azt egyszerűen közelben nem tudjuk beszélni, hogy olyan minőség legyen, csak Kínából. Van olyan anyag ebbe is, olyan alapanyag, aminek a például a Kínából az anyagnak a behozása, a fuvarköltsége többe kerül, mint maga az alapanyag. De ha egyszer olyan minőséget csak ott tudunk beszerezni, akkor nem tudunk mit csinálni, elmegyünk odáig. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, ami érdekesség talán még, hogy több mint 13 országban forgalmazunk jelen pillanatban, ahol van kizárólagos forgalmazunk, de van még több kisebb ország, akiknek pedig úgymond hát értékesítünk, de nincs kizárólagosságuk még, tehát ők még úgymond fejlődő státuszban vannak. Ugye itt, ha bejönnek az alapanyagok, akkor az alapanyagok ugye elkerülnek a megfelelő helyekre. Hát most nézzétek el, nekünk lezártunk bizonyos dolgokat azért, mert vannak rajta olyan feliratok, olyan információk, amelyeket nem ti ellenetek szól, csak nyilván nem szeretnénk ezeket, igyekszünk ezeket az információkat megtartani. Ezért van elzárva, de azért azt gondolom, hogy így is látható, hogy milyen mennyiségű anyagok vannak. Tehát rengeteg, én nem akarok butaságot, mert nem számoltam össze, de azt nyugodtan merem állítani, hogy több mint 100 féle alapanyagunk van minimálisan, és akkor ebben vannak olyanok, ami egy zsákkal akár eléri a 100 000 forintot, de van olyan nyilván, ami meg kisebb mennyiségű, egy zsákkal kerül 3-4 000 forintba. Tehát attól függ, hogy milyen minőségű, milyen vannak töltőanyagok, ami inkább a terjedelmet biztosítják, vannak olyanok, ami pedig a minőséget is abból kevesebbek kellenek. Esetleg ami érdekesség még, hogy a levegőhálózat, olyan mennyiségű levegőt használunk, hogy a kisebb kompresszorok azok mind tönkre mentek sorba, úgyhogy előbb-utóbb eljutottak odáig, hogy be kellett ruháznunk egy ilyen csavarkompresszorra, ez látja el a levegőrendszert, majd meglátjátok, hogy a gépeknél ott miért fontos. Targonca esetleg, ami érdekes, hogy ugye az, hogy itt bent lehessen használni, csak gázos targonca megengedett, mert egyébként ugye a gázolajszag, meg ezek a káros anyag kibocsátását, az ugye károsítaná a termékeket. Tehát azon kevés cégek közé tartozunk, akik tojással készítik a termékeket. Ha nyugodtan nézzétek meg, ha akarjátok, ez végig tojás, tehát nem az, hogy ráraktunk késő a tojást, hogy elhitessük az emberekkel, hanem ez valóban így van, hogy megmutatom a hűtőt is, ahol tároljuk a tojás folyadékot. Ugye ezeket a tojásokat feltörjük, és valódi tojásból készülnek, ez nyilván a tojásos, a főzött csalőről van szó. Ami fontos, minden cégnél, aki tojást használ, muszáj tartósítószert használni. Tehát tulajdonképpen az egyik titkunk, úgymond, hogy az egyik ilyen fogóságot elősegítő dolog az, hogy olyan tartósítószert használunk, amely nem keserű, ami nem marja az embernek a nyelvét. Tehát nyilván most nem az embernek a nyelve a lényeg, csak azzal lehet kitapasztalni, hogyha nyelvetekhez hozzájelzitek, hogy az marja vagy nem, ha marja, az nyilván a halnak is problémát okoz, és nehezen emészhetővé tesz, és nem lesz fogós a csali. Amit esetleg még nem mondtam az előbb, az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye mondtam, hogy több mint 10 országból szerzünk be alapanyagokat, de az alapanyagoknak még mindig több mint az 50%-át az Angliából szerezzük be. Én azt gondolom, hogy nem fényezni akarom Angliát, de ugye ez egy angol származású cég is, tehát ahhoz, hogy ezt a szintet meg tudjuk tartani, hogy most is Angliából szerezzük be nagyon sok olyan fontos dolgot, ami onnan, amely a halcsali gyártáshoz, tényleg ebben ők elég magas szinten vannak, és ők tudják azt a minőséget garantálni, ami ahhoz szükséges, hogy ilyen fogós legyen a termék, mint amilyen fogós is. Menjünk akkor, gyertek tovább. Ha bejöttek az alapanyagok, itt majd hangosan fogom a zúgógép, ha bejöttek az alapanyagok, akkor ugye ide kerülnek. Itt vagy félkész termék készül belőlük, vagy kész termék. A kész termékek úgymond a base mixek, a volume mixek, tehát egy M1-es mix is itt kerül bekeverésre. Nyilván az úriember ő tudja, de az úriember az édesapám, úgyhogy ő csak nem fogja elmondani, és csak nem fogja kiadni a receptet. Egyébként majd fogjátok látni, hogy tényleg szinte a vezetőségi körben családok vannak. Nagybátyám, feleségem, testvérem, édesapám, anyósom a csomagolóban, majd úgy, hogy tényleg szinte egy ilyen, úgymond egy családi manufakturális vállalkozás, amiben igyekszünk a legvégsőkig gépesíteni, amíg adja, mert majd amíg lehetőséget ad, mert majd mindjárt meglátjátok, hogy vannak olyan termékek, amelyek egyszerűen nem lehet gépesen, csak manufaktálisan lehet elkészíteni. Ezeknek a gépeknek ezek is speciálisabb, kimondottan ezekre lettek készítve, egyedileg gyártattuk őket. Ami a különlegessége például, hogy ez egy olyan keverőgép, hogy fontos az, hogy ugye, ha bekerülnek a termékek, hogy ebbe úgy legyenek elkeverve. Most mondok egy példát, ha 250 kg mix benne van, a 250 kg mixhez belerakunk, mondjuk tegyük fel 1 kg Green Lipid Muscle Extractot. Olyan lehet azt megoldani, hogy 250 kg az mindenütt úgy elkeveredjen, hogy az minden részén legyen, és nem az legyen, hogy a mi Pista bácsinak jut abban van, mit tudom én, 30%, ami meg a Tamásnak jut, abban meg van 1% sem.
Hát pont ez egy technológia, ami már nyilván ezek már titkos dolgok, mert ezek a tapasztalatok, meg ezek, amit mi kitapasztaltunk, hogy hogyan lehet, de ezek a gépek garantálják azt, hogy egyenletesen legyen elkeverve, minőségi termékek legyenek. És ami itt van tulajdonképpen, ez egy szárító, ami éppen működik, nem könnyű fog kinyitni. Aki akar, bedughatja a fejét egy kicsit, hogy milyen nyomás van. Ezt is tulajdonképpen elektronika vezérli, ez nem folyamatosan megy, hanem tulajdonképpen a hőmérséklet, páratartalom ezeknek a figyelembevételével van beállítva, hogy úgy kapcsol be, úgy forgatja a rendszer, tehát ezzel fel tudjuk gyorsítani tulajdonképpen a termékeknek a szárítást, mindezt úgy, hogy nem kérgesedik fel a külseje, mert sokszor a szárításnak az a probléma a gyors szárításnak, hogy külseje felkérgesedik, belül meg lágy marad, és akkor vagy széthullik a bojli, vagy probléma. Ezzel el tudjuk élni, hogy gyorsan szárítjuk, de mégsem lesz meg ez a felkérgesedés. Kivéve, ami 20-asnál nagyobb méretű, az már ebben sem működik, ahhoz egy másik szárító van. Itt készülnek tulajdonképpen a bojlik. Esetleg kezdjük először az aromával, amit mondtam. Tehát itt, meg amit beszéltünk is már bent, hogy például itt van az M1-es bojlinak már össze van keverve. Lehet látni is, hogy például az olaj, meg az aminó, ugye, ketté válik, ilyenkor az nehezen keveredik el, de ugye az ember, hogyha felrázza, azonnal elkeveredik, és akkor így adják hozzá az adalékanyagokat. Az aromáink tulajdonképpen, amit mondtam, hogy nem szintetikusak, hanem természetesek. Amit érdekesség, amit mondtam, kivettem egyet, most ez nem egy olyan, amit ne lehetne tudni. Mexikói hagyma olaj, ez az, ami 1 liter 200.000 forint. És liternél kevesebbet nem lehet rendelni. Mondom, néhány cseppke belemek, ha beleszagolnátok, hát lehet, hogy utána ennyi nem mennétek 2 napig, mert olyan erős, olyan tömény. De ezeket meg kell venni, és azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi pénzt kell ebbe belefektetni ahhoz, hogy tulajdonképpen, hanem csak néhány cseppet is, azt a néhány cseppet tudunk használni. Persze lehet, hogy 2 évig használjuk, de akkor is kell használni, és meg kell venni, egyszerűen másképp nem adják. Egyébként ez azért olyan drága, mert rengeteg ilyen mexikói hagymát kell tulajdonképpen lepréselni ahhoz, hogy ez a néhány csepp tulajdonképpen kijöjjön be, és ezért ilyen borol drága. Nagyon sok dolog van, amiért különlegesek az aromáink, de a többek között az is fontos, hogy a halak nem úgy érzékelnek tulajdonképpen, mint olyan mi érzékelünk. Sokszor a horgász magának az ő érzékszervei alapján választja ki a csalit, mert úgy de jó illata van, és akkor ez a szuper, vagy tömény, vagy erős. Nem ez a lényeg, mert a halak nem úgy érzékelnek, mint hogy mi. A víz alatt nincsenek úgy szagok, mint olyan mi érzünk az orrunkkal, hanem például, ez fontos elmondanom, hogy egy tortának a szelete csak ez, de az egyik tortának a szelete a pH-nak a kérdése. És ezek mögött olyan kémhatások vannak, amelyekre a halak reagálnak, és mi tudjuk, hogy mivel érdemes összekeverni ahhoz, hogy ezek felerősítsék egymás hatását, és ne kioltsák. Tehát ez is például az egyik titka, amitől ezek fogósak. És ha valaki bemegy az aromacentrumba, és ott vásárol ilyen terméket, az a pálinka főzéshez nagyon jó, meg be lehet rakni, meg tök jó szilva illata lesz, nagyon fog tetszeni, csak ha megméritek, szinte majdnem mindegyiknek egyforma a pH-ja. És a hal szempontjából nem lesz akkora különbség közte, mint például a mi aromáink között. És így lehet megérteni azt, hogy lehet az, hogy amikor kimegy valaki horgászni, és a szomszédba fogják az SBS-es fluoropopát ananásszal a halakat, őnála meg van egy másik gyártócégnek, hogy nem mondjak senki adaszat, másik gyártócégnek az ananászos aromája, ananászos popápja, és ő azzal nem tud fogni, még onnan, ha kér egy szemet, azzal meg tud fogni. Sanyi barátom, aki nagy bojli gyártó, hát talán ki lehet mondani, hogy azon kevés emberek között van, aki életében annyi bojlit gyártott, hogy ezt el sem tudjátok képzelni, mennyi ment át a keze alatt. Ezek az Eurobase bojlik, ha minden igaz, talán ez a Tigris Magyaros, vagy ez melyik? Speed oldódó, tehát Speed Octopus oldódó Eurobase bojli. Nyilván az Eurobase azért tudjuk ilyen áron adni, mert mint látjátok, azért ez eléggé be van népesítve, és ez elég gyorsan, szaporán halad, kevesebb munkaigényt, kevesebb munkára van szükség hozzá. Viszont a prémium termékcsaládoknál, majd innen ezt is elmondom, tehát ott viszont sok olyan termék van, amelyet még mindig rollerral, tehát kézi készítéssel készítik el, mert egyébként nem lehet, hogy olyan kerek legyen a bojli. Tehát ha megnézitek, ezek sem precízen, tökéletesen kerekek, de nyilván ebbe az árba ez fér bele. És ez azért fontos, mert sok csaligyártó cég úgy oldja ezt meg, hogy amikor látjátok, hogy ilyen óriási tömegekbe gyártják a bojlit, és hogy milyen szuper gépesítve, és csak itt bemegy az anyagot, meg már tulajdonképpen lecsomagolva kijön. Hát ez azért úgymond vakítás,
Mert ezeket csak úgy lehet megoldani, hogyha minden bolynak ugyanaz az alapanyaga. Mert ha már tegyük fel, az egyikbe beleraksz 1 kilóval több green lipid muscle-t, vagy mondjuk krillisből 1,5 kilóval többet raksz bele, már megváltozik az állaga, és amikor kijön a hurka, vagy elkezd dagadni, vagy van, amelyik nem dagad, az egyik olajosabb, a másikban kevesebb olaj van. Ráadásul a gépesített dolgoknál nagyon fontos, hogy legyen olajtartalma. És ott általában jól, sikamlósan, könnyedén menjenek ezek, jó sok olajat raknak bele, aminek meg az a hátrány, az meg zárja a bolit. Tehát kell bele a halolaj, én nem mondom, hogy nem kell sokba, de nem lehet sokat belerakni, mert zárja, akkor az aromát nem fogja tudni kiadni, a víz meg nem tud belemenni. Na most ezt úgy oldják meg akkor, hogy visszatérve, hogy fogják, legyártják a különböző színű bojlikat, amiben csak a szín változik, de az összetétel totálisan ugyanaz, letárolják ezeket, és akkor jön a rendelés, hogy ananászos bojlik el, akkor a sárga az zsákkal előveszik, betonkeverőbe beöntik, ráfújják az aromát, lezacskózzák, horgász kibontja, beleszagol, brutális, tehát ide az agya még ideig felment az aromának az illata, és utána meg azt vesz észre, hogy felteszi a hajszálőkére, bedobja, ha 5 perc múlva véletlenül kiveszi, mert nem jól dobta be, akkor rájön, hogy hello, hova lett az aroma. Ami történt vele, nincs is aromája. Míg a miénket, ha megnézitek, úgy lehet, hogy kettétörítek, vagy belerakjátok vízbe, kiveszitek egy óra múlva, kettétöröd, és még mindig áramlik belőle az aroma, és még mindig jön ki belőle. Hát és ez az óriási különbség megint, hogy tehát ha én is 2 millit ráfújnék kívülről, csak hogy legyen valami bukéja, és akkor nyilván sokkal kedvezőbbé lehetne tenni. De mivel nálunk nem csak az, tehát nem egyforma alapmixek vannak, meg nyilván magas mennyiségű aroma van benne, de ez belül is benne van, ezért megint azt kell megérteni, hogy ezt ilyen jellegű gyors eljárással nem mindegyiket lehet elkészíteni. A kézzel készített termékeknél itt vannak ezek a kinyomó fejek, amit ott látok. Ha megnézitek, nézzétek meg a 24-esnél hányféle van. Ez nem azért van, mert Sanyi nem tudta jól levágni, vagy valamelyik fű nem tudta levágni, aztán ennyit elbaltázott úgymond, hanem azért, mert különböző mixekhez különböző fej kell. Tehát ha megnézitek, ez van legalább 10-12 féle fej, ami más kell az észlopvormoshoz, más kell az M1-eshez, más kell a C2-höz. Na most ezt kérdezem én, ezt hogyan lehet begépesíteni, hiszen ahhoz a hengert is kell változtatni, míg itt viszont a fejet tudjuk változtatni, és akkor így a rollerrel jobban lehet játszani, hogy kerek legyen, mert nyilván az gondolom, hogy alapvető dolog, hogy egy horgásznál, egy 5000 fontos bolinál, hogy a 24-es átmérő az kerek legyen, vagy a 20-as átmérő az kerek legyen, mert ne az legyen, hogy amikor valaki csövezni, akkor száll a szomszédhoz, száll mindenhova, csak oda nem, ahol kellene az etetéshez. Tehát a prémium szélénál ezt kell megérteni, hogy ez nem egy ilyen ömlesztett, dobjuk bele, azt majd valami kijön, aztán keverjük, meg lapáttal szórjuk, hanem tényleg olyan minőségi összetevők vannak, meg olyan minőségi eljárások, amelyek biztosítják azt, hogy olyan állagú terméket kapjatok, ami elvár. Menjünk vissza még Évához. Évánál pedig a folyadékadagolót, ő például a konstiplikört csomagolja, most pontosabban adagolja. Ehhez is beszereztünk ilyen gépet. Itt az a lényege, hogyha megnézitek, vagy mindjárt ahova beáll a kis mérce, azzal lehet állítani, hogy hány millit adagoljon, és ez precízen pontosan annyit fog. Ha megnézitek, 500 millinél áll meg, tehát most fél liter, tulajdonképpen 500 millit adagol mindegyikbe. Ez azért fontos, hogy ne az legyen, hogy tényleg Katika néni öntögeti a kancsóból, az egyikben 470 millin van, a másik 520, hanem ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy itt mindig 500 milliliter legyen benne a flakonba. Ugye ott járunk most, tulajdonképpen ha végvetjük a folyamatokat, hogy bejött az alapanyagot, félkész vagy kész termékek, utána a bojli gyártás, főzés vagy oldódás, az oldódónak a szárítás, és ugye a szárítás után tulajdonképpen ide kerülnek a termékek, itt történik a csomagolás. Hát ugye a csomagolás az, amit beszéltem is nektek, amit mondtam, hogy az innovációnak, hogy ugye új csomagolóanyagot készítettünk. Hát tulajdonképpen így jönnek a nyomdából, itt kapjuk a dobozokat, ezekbe a dobozokba készülnek a termékek, tehát ebbe kerülnek becsomagolásra. Nyilván ezeket van, amit ragasztani kell, hogy ugye ne lehessen felbontani, ne lehessen hozzáférni, mert sajnos tapasztaltunk olyat is, hogy volt olyan ország, ahol visszaéltek azzal, hogy például a Natura attraktort kibontották, és másik folyadékot raktak bele, mert rendkívül drága volt. De majd arra kitérek, hogy milyen biztonsági cinkénk van, ami megakadályozza, plusz ezek a dobozok ugye úgy ragasztva vannak, hogy tehát sérülés nélkül nem lehet felbontani. Rajta van szinte minden forgalmazó országnak, tehát nem tudom, 9 nyelven vagy hány nyelven van rajta.
rengeteg információval, meg ami fontos, hogy például, hogy megértsétek, itt van a Premium Ready Made Boily felirat, ez most, hogyha ez oldódóban van, akkor itt a Soluble felirat, ahhoz újabb doboz kell. Tehát ha megnézitek, itt végig csak doboz van, és ebbe is rengeteg ugye pénz vele kell fektetni ahhoz, hogy azonnal le tudjuk reagálni azt, hogyha csalit kell készíteni, vagy olyan megrendelés, akkor ne az anyja, hogy még akkor kezdem leadni a nyomdába, hogy lehet, hogy majd két hét múlva kellene ilyen doboz, hanem tulajdonképpen készletet kell belőle tartani. Hát itt az a lényeg, ez egy olyan speckó gép szintén, amit egy magyarországi cég készített el nekünk, sokáig rágtuk a fülüket, hát az a lényege, hogy ez akár 100 g-tól egészen 1 kg-ig tud adagolni, és ugye két kanalas, ezzel fel lehet gyorsan mindjárt Julika bemutatja, miután elmondtam, de ami fontos, hogy ez azért volt nehéz, mert általában ezek a cégek ott tudják megoldani, hogy 900 g-tól mondjuk 1100 g-ig, akkor ott be lehet állítani. De az, hogy ilyen nagy távolság legyen, hogy 100 g-tól akár 1100 g-ig működjön, ezt nem tudták könnyen megoldani, ez egy nagyon nehéz feladat volt, de mivel kihívás volt, mégis megbirkóztak el és megcsinálták nekünk. Hogy megértsétek, hogy miért, nézzétek meg, hogy digitális. Tehát itt van, hogy például 1004 g van benne, a fotméterekkel lehet állítani a pontosságot, a precizitást. A lényeg az, hogy tehát két szem boily is már problémát okoz, hiszen már sokkal több van benne, és mi azt szeretnénk, hogy mindenki tényleg, ha az 1 kilót kap, akkor 1 kilót kapjon, és ne pedig 996 g-ot vagy 990 g-ot, hanem tényleg legyen meg rendben ezekre. És mondom, a fotméterekkel lehet beállítani azt, hogy ne legyenek olyanok, hogy túlcsúszik, vagy több kerül bele, hanem abban, amit a fogyasztóvédelem is tulajdonképpen előír, abban a tartományban bőven beleférünk, és ez is megint garantálja azt, hogy mindenki megkapja azt a mennyiségű csalit. Fontos a tassak például, ez egy olyan tassak, adom nektek, ugye bár már az egyik fiatalember mondta, hogy ugye látta ő is, hogy milyen visszazárható, tehát ugye a visszazárhatóság, meg ami a különlegesség, hogy ez egy 7 rétegű tassak, ami a 7 réteg biztosítja az aromazárást. Azt jelenti, hogy például amit most látunk, amit kivettünk a szállítógépből, azt a bolyt, ha most ebbe lecsomagoljuk és ide letesszük a polcra és két év múlva kibontjuk, akkor ugyanazt az illatot, ugyanazt az aromát, ugyanazt fogjátok érezni, ugyanolyan állagú lesz tényleg, mint amikor lezártuk, mert nem tud diffundálni, nem tud a levegő, tehát nem tud benne a levegő átjárni a tasakot. És ami még fontos ebben, hogy sok olyan cég van, akik tasakokba ugye lezárják ezeket, de nem jó minőségű tasak, és fél év múlva az történik, hogy nincsen aromája, nincs illata, vagy úgy kiszállat, hogy tulajdonképpen pingpongozni lehet a bolival, mert olyan kemény és olyan kopogó. Na ez ennél a tasaknál ki van szűrve, sőt most azon gondolkozunk, hogy lehet azt a döntést fogjuk meghozni, hogy nem két év lesz az ezekben a tasakokban lévő termékeknek a szavatosság ideje, hanem lehet, hogy megnöveljük akár három évre is. Mert igazából már van tapasztalatunk, több éve használjuk, és azt veszük észre, hogy akár három éves termékeknél is szinte ugyanaz az állaga, mert annyira jó az áll és annyira jó minőségű. Nyilván ennek is szintén ára van, hát nem olcsó egy ilyen tasak, de én azt gondolom, hogy erre is költünk, hogy inkább ezt megfizetjük azért, hogy a horgász, ha bemegy és egy másfél éves csalit vesz ki le a polcról, akkor az ugyanaz, mint hogyha egy hónappal ezelőtt itt vett volna le. Érdekesség még tulajdonképpen a dátumozás, egyet ledátumozol nekünk Julika, hogy hát például ez, hogy ez ilyen hőtranszferes dátumozó, ami kimondottan, hogy ehhez a dobozhoz, ez úgy bele dátumozza, hogy ez eltávolíthatatlan, nem lehet semmivel tulajdonképpen leszedni róla, csak úgy lehet, hogy sérüléssel. Nyilván, ha sérüléssel szerik, akkor meglátják, hogy visszaélés van vele. Tehát nem úgy van, hogy most csak úgy a hátulcsépen lesöperjük, és akkor rajzolunk rá egy másikat. Ez is azért, hogy biztonságban, hogy mindenki tudja, hogy ez a termék, ez tényleg addig a lejárat, és senki nem tud vele visszaélni. Ami érdekesség még például, hogy beszéltem a biztonsági címkéről. Adtok nekem egy biztonsági címkét? Van itt egy olyan? Ide adod nekem? Köszi. Tehát minden termékre kerül biztonsági címke. Ezen a biztonsági címkén, ha megnézitek, követően mindegyiken egyedi sorszám van. Tehát egyedi sorszámozva vannak, és ez az egyedi sorszám, körbe tudjátok adni, ez biztosítja azt, hogy ahogy a lányok csomagolják le a terméket, minden termék, itt vannak a sorszám is, le van írva, hogy például a 389.341-től 383-ig a Corn Sinkel Boily 60 g White Pepper Corn. Tehát regisztrál van, nyilván a napközben azért a gyorsak egyre füzetbe írják, de utána pedig számítógépen ezt regisztráljuk, és bármikor visszakereshető, és minden termékből, ha megnézitek, itt vannak például, már itt is vannak minták, de hogy mit tudom én, elmúlt napiak,
itt vannak benne, mindenből van, akár folyadékból, akár szárazanyag, mindenből van minta letárolva, és rajta vannak az, hogy mikori dátum, mikori gyártás, és tulajdonképpen egy telefonhívás, és visszakereshető az a termék minta, amivel ha esetlegesen panasz van. Ez azért volt fontos, mert nyilván, hogy Magyarországon történik probléma, ezt le tudjuk kezelni, hogy visszaküldik, semmi gond. De amikor Spanyolországban vagy még messzebb volt probléma, akkor hát ugye most az nem volt megoldható, hogy küldjétek el, viszont azt sem akartuk, hogy vissza tudjanak ezzel élni, és úgymond hülyének tudjanak nézni minket, mert akkor így akkor küldhetjük állandóan, vagy nem jó a csali, nem jó a csali, közben ott meg öntik befele. És ez ezért volt fontos, így ilyenkor egy telefon, légy szíves, mondd már meg a biztonsági címkének a számát, előveszük a mintát, megnézzük, mert mondjuk azt mondja, hogy nem lebeg a csali, vagy nem oldódott, mert nem oldódik, akkor itt van a minta, ki tudjuk próbálni, ez az egyik, a másik, meg minden egyes gyártásnál azt gondolom, hogy talán a minimális mennyiség, most mondjuk a boileróról beszélünk, akkor egy 25 kg, az a legkisebb gyártás egy adagban. Na most 25 kg, az 25 kg, ha 25 kg-ból 1 kg-nál van probléma, 24-nél meg nincsen, akkor ez gyanús, mert hát azért ez nem észszerű, vagy nem kézenfekvő dolog. De viszont, hogyha más is jelzi, tehát nem csak egy embernél, hanem két-három embernél, akkor nyilván meg látjuk a mintából, hogy probléma van, akkor ezt azonnal le fogjuk reagálni, és azonnal tulajdonképpen a legnagyobb flexibilitással ezt orvosoljuk ezt a helyzetet. Hozzáteszem, amióta ezt a rendszert bevezettük, azóta a reklamációink azon kevés cégek közé tartozunk, hogy 1% alá csökkent. A Fraser Boiler, meg szinte mindenki ismeri, a Fraser Boiler az ugye egy fagyasztott csalit jelent, csak itt az a különbség, hogy mi nem fagyasztjuk le a csalit, hanem a frissen elkészített csali, ami tartósítószer nélkül van elkészítve, azt ebbe a vákuumfóliás csomagolásba egy védőgázzalot, látjátok mögötte a palackot, nitrogéngázzal van tulajdonképpen úgy tartósítva, hogy 2 hétig ennek nem lesz semmilyen baja. 2 hét alatt az északi sarkra is el tudjuk küldeni a csalit, hogyha onnan rendelik, és utána pedig vagy berakják fagyasztóba, vagy pedig azonnal ugye fel tudják használni horgászatra. Ha berakják a fagyasztóba, akkor utána 2 évig is el lehet tartani, nem lesz semmilyen problémája, nem fog megerjedni, vagy nem fog megpenészedni, de ha előző este meg valaki kiveszi a hűtőből, akkor reggelre kiolvad, és pont olyan állagú lesz, mint amit a szállítóból kiveszünk. Tehát ezzel még egy plusz 10-15%-ot tudunk adni a fogásban, azzal, hogy tulajdonképpen nincsen benne a termékben egyáltalán tartósítószer. Tehát itt ez a része, ez a webshopoknak a kiszolgálására van, tehát a magyarországi webáruház, vagy a magyarországi forgalmazóknak a kiszolgálására, plusz van még egy-két olyan külföldi weboldalunk, amelyet mi szolgálunk és mi küldjük el külföldre postával. Erre szolgál ez tulajdonképpen ez a raktárkészlet, ami hogy egy hirtelen a webáruházat kiszolgálni, amit pedig a nagyvevők, a nagyforgalmazók rendelnek, azokat egyedibe gyártjuk le, mindig a rendelés alapján, hogy mindig frisset kapjanak. Ugye ez szedi össze Tündi, ott például, ha látjátok, ott a lengyelnek, a Máriusnak, akinek szedi össze a rendeléseket. Itt a hátad mögött az a török, ugye továbbra is. Itt van a szerbnek a rendelése, és meg vannak olyan egyedi rendelések, amiket a webshopon, hogyha például most is ha beesik, akkor Tündi nekiáll, és akkor elkezdi leszedni. Tündi, ahogy lehúzza, majd megmutatod nekünk, Tündi. Tehát, ahogy bejön a rendelés, ott vannak a rendelések feltüntetve, és ő, ahogy rakja a dobozba be tulajdonképpen, neki mindent le kell csipogtatni vonalkóddal, és akkor ő neki mindig visszajelzi a rendszer, tehát, hogy a hajóta... Ott van például a piros, igen, tehát, hogy pirossal jelzi, hogy ez még nincs benne a dobozba, és akkor, hogy lehúzza. És akkor ott van már számolja, és akkor megnézitek, hogy akkor szépen változik át, és akkor látja, hogy hány darabot rakott bele. Tehát tulajdonképpen mindegyiket le kell húznia, sőt, még így a vonalkód alapján le tudja tesztelni azt, tehát ez egy visszajelzést ad neki, hogy valóban azt a tételt húzta el, mint ami volt. Mert a gyenge pontja még nálunk, őszinte leszek, de ez is ezáltal ki van kicsöbölve, hogy a vonalkódot az kézzel kell felragasztani, az 1300 fél dolgot ezt megint nem lehet gépesíteni. És az lehet a legnagyobb probléma, a kellemetlenség, hogy a vonalkódra, ha nem jót ragasztunk fel, akkor azzal a jobbik eset, ha magunkat károsítjuk, a rosszabbik eset, hogyha a boltost károsítjuk meg, mert ő lehúzza mondjuk a vonalkódjával az 1300-as terméket, úgy, hogy mondjuk az 1300 forintba kerül, de ő neki mint egy 800 forint van csak rajta, és akkor 500 forintot akkor elbukott az, mert 800 forintért eladta azt a terméket, ami egyébként 1300 forint lett volna. De ezzel megint ki tudjuk szűrni azt, hogy ilyen hibák ne legyenek, és akkor így lehet látni mindig, hogyha menet közben meg is zavarják, vagy ki kell mennie valamiért tündinek, akkor is, ha itt abba hagyja, akkor lát mindent, tudja, hogy hogyan kell, honnan tudja tovább folytatni, vagy hogyha
bezárja a rendelést, akkor is ott marad, és újra előveheti később, és folytathatja tovább. Hát ezeket nyilván komoly programozások, meg komoly pénzösszegek, de a webshopunk is össze van kötve ezzel a rendelési rendszerrel, és akkor különböző módon tudják, be vannak állítva a külföldi forgalmazók, belföldi forgalmazók, kisker, nagyker, és akkor ezt mind úgy tudjuk reagálni, hogy itt már tulajdonképpen a számlát nem tudjuk importálni a számlát, és a rendelést tudjuk az a számlázóba, és akkor ott tulajdonképpen csak ilyen a számla, hozzárakja a dobozhoz, és tulajdonképpen mindent lesz. Itt van vége, amit mi használunk gyártói résznek, igazából nem is gyártói, hanem ez a raktározói rész. Itt vannak a tekölök, itt tulajdonképpen a polctól abban az irányban az mind tulajdonképpen teköl. Ha megnézitek, azért komoly mennyiségek vannak, azért vannak, amit beszéltünk is, hogy itt ne az legyen, hogyha most esetleg van egy nagyobb rendelés, akkor vakarjuk a fejünket, és hogy 3 hónap múlva újra rendelünk, hanem tényleg olyan mennyiségeket tartunk, hogy azonnal ki tudjunk bárkit szolgálni, és ne okozzon fennakadást. Tehát ha valaki tekölt rendel, akkor nyugodt lehet, hogy ez 2 év múlva is, vagy 1 év múlva is lesznek ilyen termékei. Meg nyilván ugye abból a rendszerben meg néhány termék meg ide került át, mert már ott nem fért, hanem itt is vannak liquidek, spotjuice-ok, ilyenek. Esetleg a ruházat, abból is ugye komoly mennyiséget igyekszünk tartani, hogy abból is ki tudjunk szolgálni mindenkit. Hát ott van még lent egy olyan helyiség, ott tároljuk egyébként a termékeket, amelyek el vannak téve, tehát a dátum szerint, valamitől ki van rakva, mint az elmúlt, nem tudom, 1 vagy 1.5 vagy 2 heti anyag, itt viszont lent van tulajdonképpen, addig tároljuk, amíg le nem jár a szavatosságuk, és amikor lejár a szavatosság, akkor nyilván megszüntetjük. Erre valaki bevágta az előző csoportban, hogy mondjuk már meg, hogy hova dobjuk meg. Oda mennének akkor. Nyilván hivatalosan nekünk ezt meg kell semmisíteni. Köszönjük szépen, hogy meglátogattatok minket, eljöttetek, és akkor igazából az egésznek az lett volna a célja, hogy megmutassuk nektek, hogy tulajdonképpen tényleg az ember, mikor ránéz az SBS termékre a boltba, akkor lássa a mögöttes levő információt, lássa a készítést, a minőséget, bízom benne, hogy meg tudtunk benneteket győzni, és ha úgy érzitek, hogy tényleg ez eléri azt a színvonalat, akkor arra kérünk benneteket, hogy akkor ezt mondjátok el másoknak is, és akkor vigyétek a jó hírünket.